Az oktatás körüli botrányok idén is előbb kezdődtek meg, mint a tanév, jelentette ki Hiller István. Az MSZP korábbi oktatási minisztere szerint az oktatás körüli problémák nem átmeneti jellegűek, ezek rendszer problémák. Ezt példázza a mobil használat iskolai korlátozása is. A stúdióban Hiller István. Aki tartott egy sajtótájékoztatót, ebből az idéztünk, és hát az elég kemény hangú volt, de hát ez voltak éppen különböző ügyek kapcsán évek óta minden tanév kezdetkor el lehet mondani, el, el, tudjuk beszélni mi is azt, hogy milyen állapotban van az oktatás. Mi az, ami most ebben különlegesen nehéz? Abban a nagyszerű folyamatban, amit tanításnak nevezünk, a fiatalabbaknak átadni a tudást az egyik legizgalmasabb emberi dolog, abban olyan óriási változások vannak szerkesztő úr, amit az emberiség 500 éve nem látott. A könyvnyomtatás és a könyv elterjedése óta nem volt olyan változás, mint ami most a digitális forradalommal együtt van. Két nagy változásba élünk, az egyik a klímaváltozás, a másik pedig ez a digitális forradalom. Én azt állítom önnek, hogy ön, meg a mi generációnk, a kedves nézők, akik most euh, néznek én, sokkal hasonlatosabban tanultunk az apáinkhoz, nagyapáinkhoz, sőt, dédapáinkhoz képest, mint ahogy gyerekeink vagy az unokák tanulnak hozzánk képest. Erre a változásra az oktatás irányítás nem tud nem tud igazából lépést tartani ezzel a változással, és ilyenkor a hatalom előtt két lehetőség van. Az egyik, hogy büntet, a másik, hogy bizalommal van. Ez a hatalom, ez büntet. Én azt a miniszteri rendeletet, ami sokak által idézett módon a mobilhasználatot korlátozza, nem így hoztam volna meg. Én jobban bízom a pedagógusokba. Az iskola közösségeknek, a tanárikarnak sokkal nagyobb bizalmat adnék. Én azt állítom, hogy egy osztályközösséget, egy iskola közösséget az a tanári kar sokkal jobban ismer, mint bármelyik minisztériumi tisztségviselő. Nem csak post, akkor is, amikor én voltam miniszter. De akkor miért nem lehetne mondjuk ezt egyfajta irányelvként, vagy mondjuk úgy, hogy azt ajánlani, hogy két tanéven keresztül döntsenek úgy a pedagógus közösségek vállalva a felelősséget, hogy átlássuk ennek az ügynek a tapasztalatait, és utána meghozni azt a döntést, amelyek tapasztalatok birtokában azt mondják, hogy egyébként előnyös. Ör, tudja, van egy közhelyszerű mondás, jó régi. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Nagyszerű, föl volt írva a táblákra. Hurrá, na most föl lenne, hogyha egy pillanatig komolyan vennénk. Azok a diákok, szerkesztő akik most ott ülnek az iskolapadba, ezek a mesterséges intelligencia, világába fognak fiatalok lenni. Pont ezt élni. akartam közbevágni, hogy Ez... valójában a jövő elé rakunk. Tehát, és hogyha tényleg az életnek, és nem az iskolának, akkor azért az nem megfelelő, valóban legyünk mértányosak, lépett az oktatás irányítás. Tudnilik van digitális kultúra tantárgy, az általános iskola harmadik osztályától kezdődően heti egy órába miközben ezek a fiatalok abban élnek, és abban fogják a fiatal és felnőtt korukat eltölteni, ami teljesen más tudásátvevés, mint ahogy ezt mi hallgattuk. De ez nem arról szól egy kicsit, hogy mi nem vagyunk olyan készségeknek a birtokában sok esetben, mint már ők, tehát megijedünk tőle, és ijedtünkben tiltjuk? Hogyne! Hát kérem, hogyha a könyv elterjedésének időszakát emlegettem, persze, olyan is volt, hogy indexet hoztak létre, már hogy történetesen tiltólistára tettek könyveket, amiket nem volt szabad olvasni. Ez ugyanaz a hatalmi reakció, ez teljesen ugyanaz. Én megértem, hogy ez egy nem egyszerű dolog, és nem csak egy tanév alatt bonyolítható le, de az, hogy az ország egyik legelismertebb iskolájának kimondottan eredményes igazgatóját azzal mentik föl, amivel, vagy például a kölcsei igazgatóját nekem év folyamtársam volt, kitűnő fickó. Fazekas Csaba. Csaba, kitűnő ürge. Eredményes volt. Ez azt mutatja, hogy egyébként azt a változást, amiről beszélek, az irányítás nem képes, nem képes ezzel ö, lépést tartani. Ö, persze nehéz azt mondani, mi az a bizalom, Ön emlékszik arra, ha megenged velem egy perces játékot, vagy a, a, kedves nézők. Ön emlékszik arra, hogy amikor harmadik osztályos volt fél évben, hányas kapott környezetvédelemből? Arra nem emlékszem. Nagyon Dalmanéni írásból adott nekem egy hármat. kérem, ön, ön már Csúlyán előbbre eljöttem. van, mint az oktatás irányítás. Tudja na miért? Azért, mert emlékezett Dalmanénire. Ja persze, ez így van. Nekem anikónéni volt. És hogyha most a kedves nézők, akik nézik, felelvenítik magukba, hogy hányast kaptak, olvasásból vagy számtamból a negyedik osztályban, nem fogják tudni megmondani. De mindenkinek van egy dalmanénie, meg egy nénie. Tudja mi ez? Ez a pedagógia. Ez az, amiért érdemes a gyerekeket a fiatalabbaknak a tudást átadni, és mivel itt változás van, én amellett vagyok, hogy a Oktatáspolitikának sokkal inkább a bizalom irányába kellene elmenni. Na de hát amikor a pedagógusokban sem bízik, akkor a pedagógus készségében, képességében a diákok felé. Persze, hogy nem bízik, ugye? A pedagógusoknak most vizsgázniuk kell. Igen. A hatalom felé vizsgáznak. Nem a tananyagból kell vizsgázniuk, hiszen azt tudják. Ezért nem egyszerűen csak önmagában azt kell látni, hogy mi történik a mobil használattal, vagy hogy vizsgázni kell, beszámolni a natból, meg mindenféle fegyelmi eljárás hanem magát a rendszert. Ezeknek a fiataloknak a mai Magyarország akkor tud megfelelő jövőt biztosítani, hogyha megérti őket, meg azt a világot, amit egyébként nem egyszerű megélni, megérteni, mert mi másban nőttünk föl, meg az apáink, meg a nagyapáink. De aki érti ezt a változást, és akarja követni a változást, azt kérem, nem úgy oldja meg hogy egy nagyszerű igazgatót felment, és nem úgy oldja meg, hogy a digitális kultúra tantárgy az heti egy órában van, mert ez az élet, és ez az, amiben ezek a fiatalok a tudást megszerzik. Hát ráadásul jó lenne, hogyha a digitális kultúra az nem csak abban lenne, hogy heti egy óra, hanem hogy használják azt hát, a digitális kultúrát, amiben élnek. Tudja, itt a nagy probléma az, hogy éppenséggel ők nem az iskolába tanulják meg jelenleg, hogy hogy használják. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy kapnak laptopokat. Tök jó, kapjanak. Vagy hogy ismerem a klaviatúrát. Ez egy újfajta világ. Ebbe az újfajta világba belehelyezni azt a képzést, azt a tanítást, amit iskolaügynek nevezünk, ez egy nagy kihívás, nagy feladat, én mi nem így gondoljuk a megoldást, mint ahogy a mostani hatalom. Hille, István, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.